Sziasztok, akkor a következő állomás, amit bemutatok, az Orosházi tanyák. 1158-as szelvény, azt látjátok. Hát és egy 1996-ig volt állomás, körülbelül, vagy 1997-ig. Nagyjából abban az időben fakozták vissza megállóhelyé. Egyébként itt az első vágány helye az még itt látszik. Ez itt volt. Itt ahol a lámpaoszlopok vannak. És volt még egy harmadik vágány, mert arrafele volt még egy homokbánya, ameddig ki nem termelték, és ugye oda is bevezetett egy iparvágány. Tényleg, kiraktak egy új táblát is, ez már a standard mápszabványú, de még ott van a régi. És az épületet azt még lakták, nem is olyan régen, még vagy olyan 5-6 éve is, legalábbis az emeleti része, amiket a szolgálati lakás volt. Aztán a lakót kiköltöztették, és hát azóta meg hát így pusztul rendben, és a felújításkor aztán le is fogják bontani az a legújabb terv, ugye, de maga a megállóhely meg fog maradni. De egyébként ide, itt ez kár volt megszüntetni az állomást, de egyébként volt már belőle többször probléma, az a 14 kilométeres állomás Csorvás és Orosháza között nagyon sok és sokszor volt már, amikor emiatt kellett vonatokat elverni, tehát igazából szükség lenne erre az állomásra. De hát akkoriban így döntöttek, hát igazából sok értelme szerintem akkor sem volt megszüntetni. És hát látjátok, itt van a menetrend, azért elég sok megáll itt. Nem mindegyik egyébként, vannak áthaladó vonatok, és egyébként pont 10 perc múlva fog jönni egy vonat. Ezt megvárom, mert ugye csörgős lesz, hát a kormolni fog egy szépet ez is. Még viszont szétnézünk itt az épület környékén. Hát kihelyezett szalag nincsen. De ez volt egykor a váróterem, az meg a forgalmi oda, sőt itt még volt egy olyan is, egy nem dohányzó váróterem. Hát igen, nem véletlen, azt ez volt a nem dohányzó váróterem. Itt még egy olyan, kb. 10 évvel ezelőtt itt még be tudtam menni. És nem tudom, lehet, hogy még ez az épület is oda tartozott. A stílusa ugyanaz. És egyébként akkoriban még a tulajdonosnak voltak ilyen elképzelései, hogy itt a csónak, vagy hogy itt a tavat is felújítja. Hát körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor itt jártam, akkor még tudtam beszélni az itt lakóval is. Ugye egy volt vasutas lakott itt akkor, és mondta, hogy hát vannak rá tervei, hogy van itt a közelben egy tó, hogy még azt is megpróbálja feléleszteni, vagy a turisztikát visszacsalogatni. Ugye horgászat, meg ilyesmi, de hát aztán nem jött össze, mert most már akkor is mondta, hogy ugye oda még részleteket fizetett el az épületre, már sokáig ott lakott, és akkor ugye részlete megvette és havonta törlesztett, meg önköltségen bevezettette a vizet is, de amit ugye vezetékes ivóvizet, és aztán utána azt mondta, hogy néhány évvel ezelőtt szóltak, hogy hagyja abba a törlesztést, mert nem tudják, hogy mi lesz az épület sorsa, akkor abba hagyta, aztán utána ki is költöztették. És igazából azóta is itt áll lakatlanul, tehát a értelme nem sok volt, mert ameddig lakott itt valaki, addig legalább a környezetét rendbe tartotta. És ugye az volt egy kora melléképület, meg gondolom a WC is abban volt. Tehátok, hogy vágány, peron, és itt volt az első vágánynak a helye. Akkoriban, és még elég messzebb elment. És mindjárt jönni fog egy csörgő, azt megvárom, aztán megyek. Ó, és ha jól látom, WC fog jönni, nem csörgő. Igen, ez egy guruló almás láda lesz. Ezen én is meglepődtem, hogy a szegedi vonat az egy szóló almásláda a csörgő helyett, de hát most hát ez jött, úgyhogy akkor irány tovább Orosházára. Úgyhogy akkor ez ennyi lesz volna, ez a Orosházi tanyák bemutató videó. Köszönöm, megnéztétek, sziasztok!